Jó reggelt! Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Igazából most értünk a lakáshoz, 7:30 van. A tegnap estét a házban töltöttük, ott aludtunk, mert hát itt már olyan katasztrofális helyzetek uralkodnak, hogy itt már nem bírtunk meglenni. Átvettük az ágyat, átvettük a matracot, átvettük a tévét, és már tegnap volt az első esténk. Ahogy látjátok, a nagy a dolog. Már ki van pakolva, már csak ki kell törölgetnem, de onnan is el lett víve. Majdnem mindegy, meg pár cipő van, meg itt Gábornak a tér felén ezek a dolgok. Hoppá. Ó, házba majd, ha találunk valamit, akkor az eljövőben biztos, hogy nem tolóajtós gardróbom lesz. Na, hát Gábornak még ennyi mindene van, onnan föntről is ki kellene pakolnia. De ez már üres. Hopp, így. És ennyi. Meg egy-két pólót hagyott is, a többi pólót azt már elvittem neki, mert hát ugye úgy terveztük, hogy még itt maradunk, de a legtöbb dolog már ott van, de hát annyira diszkomfort volt itt az egész itt lét, hogy inkább úgy voltunk vele, hogy ott is van még mit csinálni, de még mindig komfortosabb, mint itt most jelenleg a lakásban, mert mutatom nektek, hogy milyen állapotok vannak. Projektor, tegnap már Gábor leszette, ilyen állapotok uralkodnak, emelre is vannak hasonló jó dolgok. Cipőszekrényt is már tökre átvittük. Ez a tegnapi szennyesünk, azt gyorsan kimosom, nem tudom, hogy lesz majd szárítógép, meg mosógép. El kéne pakolni, meg hát igen. Így. Ja, meg ugye nincs ágyunk. Ez ugye itt volt, és hát nincs ágyunk, leszettük a képeket. Itt vagyunk most, itt tartunk most jelenleg. Amit tudok, azt megpróbálok elpakolni egyébként. Ezt a képet úgy volt, hogy nem viszem, mert nem. Szóval annyira üres az ágy fölötti fal, hogy mégis elvisszük. Nem akartam nagyon túlcsicsázni a falat, akkor itt ennek ezek a pármák, ezeket újat vettünk, és ki fogom dobni. Éli szekrényeket, éli szekrényen még szükségünk van, éli lámpákat még addig nem viszem el, de az IKEA folyton más időpontot ad meg az éli szekrényeink érkezésére. Eddig szeptember volt, most már hirtelen október eleje. Mi van még itt? Ó, lefőtt a kávém! Ó, gyerek, itt minden van. Kávém az lefőtt, tejem az nincsen, cukrom sincsen, mert hogy kiürültek a dolgok. Ezek olyan poharak meg étkészletek, amiket valószínűleg vagy itt hagyok, vagy leteszek az utcára, hogy ingyen elvihető, mert ezekre nincs szükségünk. De minden kiürült. Mindent átvittem, és már nagyjából be is pakoltam a házban. Mindjárt megérkezik a rendelésem, és tök jó, mert a Voltnak az applikációjában így látom, hogy hol tart a futár, én hol vagyok, és mennyi idő még ideér, úgyhogy ó, 7 perc, oh my god! Meg is érkezett. Vártnál korábban, amikor kikapcsoltam a kamerát, mutattam, hogy 7 perc, rá egy 30 másodpercre meg is érkezett a rendelésem, és itt is van, úgyhogy ezt most elfogyasztjuk valószínűleg. Imádom a fehér pólókat, de fekete kutya, fekete szőrű kutyával viselhetetlen kb. Illetve minden meglátszik rajta. Én annyira vigyázok a cuccaimra, tényleg, de a költözés alatt két nadrágomat szakítottam el, négy pólómat csesztem el azzal, hogy mondjuk festékes lett, kiukat, mindig valamit, vagy olyan ford került rá, amiről fingom nincs, hogy mi, de nem jön ki a mosásra. Úgyhogy nem bírok vigyázni a ruhámra az utóbbi pár hétben. És egyébként úgy volt, hogy megmosom a hajamat, de hát így ilyen nem várt események miatt, mint például, hogy a házban maradt a hajszárító.
ezt így nem tudom abszolválni, pedig tegnap direkt nem vittem el a sampon, balzsamot, ilyenek, mert mondom, majd itt megcsinálom nyugodalomba, de Gábor meg elrakta a hajszállítót is. Ha, mindegy. Ez van. Most már tényleg belehúzok a pakolásba, mert már 11 óra dél, nem tudom, komolyan, az időérzékem az nulla. Most megy az utolsó szállítás, szerintem, hogyha az leállt, akkor amit kiszállítottam, meg amit kimostam, meg minden, amit most tiszta ruhák lényegében, mindent átviszek a kisházba, és valószínűleg a hétvégén, hát lehet, hogy még hamarabb is, SOS tettem ezt az átszállítást a mosógépet, szállítógépet, mert most már csak tényleg ezt tart vissza. Vannak itt még ilyen dolgok. Kenyérsütő, kávéfőzők, meg ilyen elektronikai dolgokat most gyorsan leviszek a kocsiba. Utána pedig, ami még nagy dilemma itt, hogy ezekkel mi legyen. Ezt már egyszer kiszortíroztam a napokban. Egyébként nem 2 óra van. Legutóbb áramszünet volt, és azóta nem lett visszaállítva. Szóval, itt van egy csomó minden, ezek közül is kellene elpakolni. Itt már csak kávé van, itt is igazából élelmiszer van, úgyhogy ezt lehet, hogy nem is dobozba, hanem csak ilyen zsákba rakom be, és akkor egyből hús, viszem is tovább, és ennyi. Meg majd még el kellene mosogatni, mert ez 2 napi mosatlan, ami itt van. Úgyhogy hajrá! Sikerült mindent kipakolni, és végül csak lett egy újabb zsák szemetem, amit hogy ilyen szemét étel, valószínűleg nem néztem meg jól a szabüdejüket, és hát lejártak ilyen szószok, meg ilyesmiket, amik azt hittem, hogy hosszabb szabidejük van, de nem. Úgyhogy ilyen hamburger szószból, vagy 4-et kidobtam, basszus, na mindegy. Vannak itt lufis dolgok, meg ilyen hát, tálcák, ilyesmi. Ebben ugye készítelek, tészták, ilyesmi. Ebbe próbáltam beletenni ilyen dobozokba, amik föl vannak bontva, tészták, rizs, ilyesmi. Úgyhogy hát, ha kevésbé fognak majd szétszóródni, illetve volt egy-két ilyen bontott dolgom, például olaj. Azt leragasztottam. Így leragasztottam, azt remélem, hogy nem lesz semmi gubanc, illetve most fogom és kitörlöm ezeket a polcokat. Jaj, mondjuk ez hátra van. Meg ilyen konzervek, és nem konzerv, mi az üveges savanyúságú, meg egy ufika. Kéred? Nem neked való. És szerintem nem sokára le fog járni a szárítógép is, mert egy óra múlva lejár. Szuper. Megérkeztünk a házikóba, itt vagyunk. Majd fogok nektek egy ilyen körbemutatást csinálni. Még itt dobozok vannak, itt mögöttem is doboz van. Ez a cipőszekrény, ez nem hiszem, hogy itt lesz, de máshova igazából nem is nagyon fér. De hát ilyen átgondolás alatt van, hogy itt legyen, és sehol máshova nem fér. Se ide az ajtó mögé, úgyhogy valahol kell, hogy legyen cipőtárolás. Gyere! És hát itt is. Jó, mit vertél le? Igazából a lényegi dolog a konyha, amivel készen lettünk. Így néz ki a kis konyha. Hát igen, ez a gázcső itt nem a legesztétikusabb, sajnos nem tudok vele mit csinálni. Ott jön a gázcső, onnan föntről, és oda kell levezetni. Úgyhogy sajna, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Van a mosogató, az belett vágva a munkalapba. Imádom ezt a munkalapot egyébként, illetve mégis lett ide egy ilyen LED valamim, hogy több fény legyen, de egyébként nem rossz amúgy se a fény. Ez van Bogyókának az ivókája, ami hát az ilyen nyaralós, utazós ivókája, majd a másikat még át kell hozni, illetve itt van még egy csomó konyhai dolog, meg mint mondtam, itt van a cipőszekrény, fel lett forva 2 ilyen polcocska, van még egy harmadik is, azt nem tudom, hogy hova, szerintem valahova majd ide lesz felfúrva. Tegnap már egyébként mondtam, hogy itt aludtunk, itt van az ágyikó, hát nem így lesz még így minden, higgyétek el, felkerült a konvektor, itt van a tévét is elhoztuk,
Lufikának még ez sem biztos, hogy itt lesz, majd még ez is ilyen átgondolás kérdése. Már van függönyünk is, van internet, bár mondjuk az már még mielőtt beköltöztünk volna, meg még elkezdtünk pakolni, már az előtt is volt. Ágyunk van, fotelünk van, konyhabútorunk van, meleg vízünk van. Meleg vizet tenapestre sikerült csak megcsinálni, úgyhogy az viszonylag újdonság. Ja, még annyi egyébként, hogy vettünk szintén IKEA-ban. Az ágy is IKEA-s, kezdjük ott. Az ágy is IKEA, 3 éves, 2 éves, én nem tudom. És ehhez, ha jól tudom, már nem lehet venni, tudjátok, ezt a kihúzhatósat, ami ehhez van ilyen beszerelhetős, kihúzhatós, ilyen rugós, ilyen mit tudom én, nem rugós. Tudjátok, ez a sinán így ki jön, nem mindegy. De amúgy 15 ezer forint lett volna a kettő, annó nem vettük meg, mert ugye nem tudtuk kihúzni a hálószobában, ami a lakásban volt. Viszont most, hogy meg akartuk venni, mert mindkét oldalon van annyi hely, hogy ki tudjuk húzni, hát már nem tudtunk, mert ez a brusszali nevezetű ágy keret, és ez már nem volt. Szóval azt csináltuk, hogy ilyen, hát nem is tudom, ez milyen anyagú, de ilyeneket vettünk, ebből 2, megbántam, hogy nem 4, mert a másik oldalon is bőven lenne itt elpakolni minden sok kacatot. Ebbe ágynemük vannak, ebbe minden kacat, annyi mindent elnyel, hogy imádom. Say something for the wedding night, huh? Ronnie, no! Please! Oh, psycho! Kurva! Krokodia! 20-38, nem? És szerintem én sminklemosás után egyből be is vetődök az ágyba, és aludni fogok. Miközben egy kis modern család megy, úgyhogy ez a mai vlog ennyi lett volna, holnap mindenképpen folytatok egy másik vlogot majd, mert hát rengeteg minden van. Rengeteg mindent kell elpakolni, összepakolni. Fáradtság van, mindenki fáradt. Segítsek? Be akarsz bújni? Mizu? Jó. Jó, anya, jó éjszakát. Jó éjszakát, mondja, jó éjszakát. Puszi. Jó éjszakát, jó éjszakát.